Itt az történik, hogy a birodalomnak az egyik csúcsorvosa, az egyik legjobb sebészeti készlettel, ami ebben a korban elérhető, egy ilyen eszközökkel, fogja magát, és kimegy a római birodalomból, és elmegy a Barbarikumba. Erre kell magyarázatot találni, és hogy nyilván nem úgy, hogy egy... Én nagyon sokat foglalkoztam fémtárgyakkal, tehát a fémek, fémtárgyaknak a megmunkálása is nagyon magas szimbóla az, amelyik ezt számomra nagyon nagy jelentőséggel bír, illetve az a tény, hogy a római birodalom területéről, sőt a római birodalom területén kívülről is nagyon ritka az ilyen komplett orvosi eszköz készlet. Az orvostudomány akkori színvonalának megfelelő legmodernebb, legszínvonalasabb eszközöknek a teljes sorozata az, ami ebből a sírból előkerült. Ilyen nagyon kevés van. Ugyanebből a korszakból egyébként Pompeiből ismerünk egy hasonló sorozatot, de ilyen komplexitású, ilyen színvonalon megmunkált eszközöknek ilyen teljes sorozata ritkaság számba megy.